Hagyomány, hogy minden évben más oktatási intézmény hölgy dolgozóit köszönti nőnap alkalmából a város első embere, dr. Buzás Péter. Ma reggel a Kertvárosi iskolában, majd a Makói Oktatási Központ Galamb József tagintézményében, ezután az Rínyi utca óvodában járt. Délután az Egyesített Népjóléti Intézmény helyi szervezetének tagjait köszöntötte, majd a belvárosi nyugdíjas klubban tett látogatást. A polgármester a Kertvárosi iskolában kameránk előtt köszöntötte az intézmény dolgozóit, hogy így kívánjon minden hölgynek boldog nőnapot. Tisztelt hölgyek, Isten éltesse önöket sokáig a Nemzetközi Nőnapon. Ez az ünnep egy olyan ünnep, amikor hát nem történelmi időkben nyúlunk vissza azért, hogy mikortól van nőnap a világon. Ugye tudjuk, hogy ez az ünnep ez egyfajta baloldalinak kikiáltott ünnep, kötődik a valamikori munkásmozgalomhoz. Ez tény, hogy hál' Istennek a rendszerváltást túlélte, és ma már a nőnapnak a töltete messze nem politikai ideológiai tartalmú, hanem valami egész másról szól. Én úgy gondolom, hogy akkor, amikor azt mondom, hogy gratulálnak önöknek a nőnap örve alatt a nőnap ürügyén, akkor ebbe a nők iránti megbecsülésünk van, a fiúknak, férfiaknak a nők iránti megbecsülésén. Nekem városvezetőként mondjuk itt egy majdnem teljesen nőkből álló tantestületnél az is benne van, hogy ugye gyerekeinket, utódainkat önök programozzák, önök tanítják minden földi jóra, és arra, hogy valamikor átvegyék tőlünk ezt a várost, és vigyék tovább. Nos, a köszöntőmhöz azért annyit hadd tegyek hozzá, hogyha most az ember ettől a gondolattól elszakad, és belegondol a férfinő kapcsolatba, mondjuk történelmi mélységbe, talán a legelejére. A legelején ugye önök tanítják a történelem tanárok történelmből, hogy ugye volt a matriarhátus, patriarhátus, stb. És akkor tanítják akkor, hogy akkor milyen szerepe volt a nőknek. Én megmondom őszintén, hogy amikor elolvastam azokat a fölkészítő anyagokat, amit ilyenkor általában kapok, és ebből szemezget az ember, hogy mit választ ki, mit nem. Érdekes volt azzal szembesülni, hogy akkor, amikor az ember különböző hitéletnek a gyökereit faggatja, akkor a teljes keresztény hitvilág, de a muzulmán hit korai időszakában is a nőknek a szerepe az, hát hogy is mondjam, csak kevés dicsőséges hordoz magába. Ez engem egy picit megdöbbentett, de ha belegondolunk a hitvilág mai állapotába, a életébe, akkor ez részben azért ma is igaz. Ez azért elgondolkoztató, pont. Hat, az egy másik kérdés, és ez viszont jó érzésekkel, hogy eltöltsön valamennyiünket, hogy ahogy a történelmi korok változtak, mondjuk az úgynevezett sötét középkorból jöttünk kifele, úgy hívják ezt, hogy felvilágosodás, majd később a következő társadalmi korok irányába, akkor ugye a nőknek a presztízse, megbecsülése valami egész más volt, és én úgy hiszem, hogy napjainkban ez már, hát nem mondom, hogy teljesen helyére került, ha humoros megközelítés lenne, akkor azt mondanám, hogy néha már férfiaknak kell a férfi egyenjogosságért küzdeni. Ezt azért nem hiszem, meg nem komolyan mondom, de azért a poén szintjén mégiscsak szóba lehet ezt hozni. Úgyhogy kedves hölgyek, akkor, amikor nőnapon mi fiúk köszöntjük önöket, akkor gondoljanak abba is bele, hogy azért történetileg ez nem volt mindig így, és az nem volt helyes az én nézetem szerint. Érdemes ebbe mélyebben belekoccanni, és ünnepeljünk oly módon most ezen a napon együtt a fiúkkal, köszöntsük a fiúk, a nőket, hogy legyünk annak tudatában, hogy azért a mostani állapotban, mai létünkben társként, partnerként, hát szerintem boldogok lehetünk, hogy ez így van, hogy társak és partnerek vagyunk, viszont szerintem a hölgyek is, ha visszagondolnak a történelmiségre, akkor boldogan lehetnek tudatában annak, hogy nem akkor éltek, hanem ma élnek. Tisztelt hölgyek, Isten éltesse önöket!